Ked reggeli kötelező balett gyakorlat a Magyar Nemzeti Balett próbatermeiben. Az összeszokott csapatban feltűnik néhány új arc is. Tizenkét új táncos került be az idei évadban a társulatba, többek közt Kóbor Demeter, aki kiugró magasságával kelt feltűnést. Én az iskolá végzése után Dresdába szerződtem, a Dresdai Semper Operben, ahol egy év ilyen gyakornoki program keretében vehettem részt. Ez nagyon hasznos volt, mert kipróbáltam, hogy milyen a társulat élet, de ugyanebben az időben még az iskolában is fejlődhettünk, úgyhogy egy ilyen dupla képzést kaptunk tulajdonképpen. Ezek után pedig Lengyelországba mentem a Varsói Baletthez, és most itt vagyok. Régi álma volt, hogy ide szerződjön, ugyanis édesanyja Várnai Beáta az opera zenekarának szóló klarinétusa. Így gyerekkora óta ez volt a második otthona. Ugyancsak külföldről tért haza Ecseki Ágota, aki már most szép karriert tudhat maga mögött, nem is akárhol. A Táncművészeti Egyetem befejezése után a Horváth Nemzeti Baletthez szerződtem Zágrába, ott két évadot töltöttem el, és utána kerültem Stockholmba, a Svéd Királyi Baletthez, ahol 7 szezon töltöttem, és 2015 óta pedig szólista voltam. 10 év után szerettem volna hazaszerződni. Tudtam, hogy előbb-utóbb szeretnék Magyarországon táncolni, és ennek most így eljött az ideje. Zavati Aglajával már a februári próbatáncon is találkoztunk. Néhány dolgok nem sikerültek, ami általában tök jól sikerülnek, de utána az ukránsban jobban ment. A német származású, eddig Csehországban táncoló lány itt végzett a Magyar Táncművészeti Egyetemen, ezért is beszél ilyen jól magyarul. A főiskola után amúgy ide is jelentkeztem, csak első körre nem sikerült, és régóta amúgy magyar barátom van, úgyhogy nagyon sokáig imádkoztam, hogy jöjjek ide. Az újoncok között azért vannak, akiknek a magyar nyelv több nehézséget okoz. The hardest thing for me is the language barrier. Because Hungarian is very, very hard to understand for me. And like lucky they speak a lot of English in the city, but it's still hard to communicate with people outside of ballet. Because in the company they all speak English, but outside in the normal life it's quite hard to connect with people. Haggus Martin Hollandiából érkezett, tavaly végzett a Holland Nemzeti Balett Intézetben. Egy már tavaly óta itt táncoló barátja tanácsára jelentkezett a társulatba. Számára ez egy nagy lépés volt. Very big change, especially coming from Amsterdam, where I live with my parents, to all the way in Hungary by myself, not knowing anyone. It's my first company, so I have to get used to company life instead of being in a school where teachers are always taking care of you. And here you're much more on your own. Bekerülni egy új társulatba mindig kihívásokat jelent, nem csak a munka, de a beilleszkedés szempontjából is. Látásból, meg ugye az iskolából is már nagyon sok embert ismertem, és nagyon befogadó a csapat, úgyhogy nagyon jól érzem magam itt. Mivel beszélek magyarul, és amúgy régi évfolyamtársaink itt vannak, illetve aki felettem járt egy-két éve az iskolában velem, most itt találkoztam, illetve ilyen hát régi példaképeken most így együtt táncolok. A magyaros Balázs, Felméri Lili. Tehát, hogy így még iskoláról ismerem őket, mint én néztem a nézőtérről, most már együtt dolgozunk. Mind a négyen azonnal belecsöppentek a munka belejébe, hiszen már az évad első premier darabjában szerepet kaptak. I did in the beginning, not anymore. I rehearsed this one, the one that you're doing now. It's called 31 episodes. Egy hónapja vagyok még csak itthon, de már lehetőséget kaptam egy premierben, hogy megmutathassam magamat. Ez az epizód 31, Alexander Ekmannak a darabja. Ecseki Ágota számára különösen kedves ez a darab, hiszen korábban személyesen is dolgozott a koreográfusával, Ekmannal. Nagy klasszikusok mellett elég sok neoklasszikus és modern darab is volt a repertoáron. Rengeteg koreográfussal sikerült együtt dolgoznom, mint William Forsythe, Natalia Makarova, Alexander Ekman.
12 új táncossal kiegészülve immár 111 fővel készül tehát az idei évad repertoár és premier előadásaira a Magyar Nemzeti Balett Társulata.